Csak nem 2 milliárd vissza nem térítendő állami segítséget kap 7 tucat önkormányzat, ezt jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztériumban Tállai András. A március 4-i hasonló döntés nyomán kiutalt majdnem 4 milliárdot levonják ebből az összegből. Azt a pénzt ugyanis csak kölcsönbe kapta volna 67 önkormányzat a közintézményekben dolgozók béreire. Ezt követően felmérték az önkormányzati pénzek helyzetét, hány önkormányzat érintett a broker botrányban, a 4 érintett DRB bankcsoportnál, és ezután döntöttek az állami mankúról. Azonnali támogatást ad a kormány. 84 önkormányzat 1 milliárd 919 millió 641 ezer forint vissza nem terítendő támogatásban részesül. A korábban kiutalt pénzt levonják a kiutalásból. Bodrog keresztül több mint 217 milliót kapott, Berement 176, Abaújszántó 108 millió, Fonyolt 105 és Siklós 180 millióval lesz gazdagabb. Az önkormányzat most már tudjuk, hogy 1 milliárd forintot fektetett be a Hungáriai Értékpapír ZRT-nél. Az MSZP Fóti képviselője azt állítja, Fót polgármestere az eredetileg 500 milliós betétet duplázta meg, önállóan intézkedve arról, hogy a szintén bebukott Hungária ZRT-nél helyezzék el. A 2013-14-es költségvetésben a felhatalmazás arról szól, hogy az állam értékpapírjait jegyezze és vásárolja meg a városvezető. Amit Fót aláírt a Hungária Értékpapír ZRT-vel, nem erről szól, hanem értékpapír kezelésről. Vállalati papírokat vásárolt a város, ezügyben vizsgálóbizottságot hoztak létre. A szocialisták korábban feljelentést tettek. A vizsgálóbizottság elnöke Varga Nóra szerint csak április végén lesz eredmény, de már látszik, hogy kettőnél több felelőse lesz a történetnek, emiatt eljárások indulhatnak. A kettőnél több személy a politikai vezetés, vagy a végrehajtó apparátusban tevékenykedik? Mind a kettőben találtunk olyan pontokat és olyan személyeket, akiknek a felelőssége erősen feltehető. A fóti szocialisták kérik, hogy az önkormányzatok érintettségét teljes mértékben hozzák nyilvánosságra. Azt javasoljuk azonban, hogy ne a pénzügyi szolgáltatókra hárítsák ennek a kártalanításnak a terhét, ne újabb adók kivetésével történjen meg ez a kártalanítás, hanem a Nemzeti Bank, amelyik vétkes felelőtlenséggel vett részt ebben a csalássorozatban, Nemzeti Bank, akár ha úgy tetszik, a 200 milliárd forintos alapítványi támogatás terhére rendezze az önkormányzatok kárát. Az MSZP szeretné, ha az önkormányzati törvény is úgy módosulna, hogy csak állami garantált papírokat vehessenek a helyhatóságok. Kérdésükre nem tudták, hogy Fót kapott-e ígéretet a kormánytól a kártalanításra, ugyanezt szerettük volna tisztázni még korábban a Nemzetgazdasági Tárcánál. Ott csak lesz egy szociális sajtótájékoztató, és nem lesz lehetőség visszakérdezni. Az nem baj? Köszönjük szépen. Ám a kérdés feltevésére nem kaptunk lehetőséget.